Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain Tudás Forrás, én Pinke vagyok, és mai videóban arról fogok beszélni, hogy a CBDC-ben milyen veszélyek rejlenek, az aprópa pedig nem más, mint Iránban befagyaszthatják azoknak a nőknek a bankszámláját, akik úgy döntönek, hogy nyilvános helyen nem viselnek hijabot. És a helyzet az, hogy ez egy ilyen pici hírnek tűnik, meg nem túl jelentős, de ez rávilágít pár problémára, amit szeretnék kifejteni. Aztán a második hír arról szól majd, hogy miből is van a Binance bevétele főleg, és még milyen lehetőségeik vannak egyébként, amik még nincsenek teljesen kiaknázva. A harmadik hír pedig arról szól, hogy itt van egy újítás a Windows Media Player-en, a Winamp-en, méghozzá, NFT zenét és videót tud lejátszani, abszolút a Web3 irányába fejlesztenek, szóval ezekről lesz szó a mai videóban, és persze hozom majd a kérdezfelek rólatot a videó második felében. és ugye a kriptós ajándék csomag, akit érdekel karácsonyra, valakinek ajándékba adni, ugyanis ez most már nem csak arról szól, hogy van egy kriptós könyv ami tényleg kezdőknek is tökéletes, de van egy kriptós gyakorlati útmutató és egy kriptos szótár is benne, hanem ajándékban jár hozzá a nagy TikTok könyv, mert tudom, hogy egyre több embert érdekel, hiszen lehet látni, hogyan nyitnak a cégek a TikTok felé, tehát nagyon hasznos lehet ez sok mindenkinek. Valamint jár hozzá egy VR Vidám Park 5000 forintos kupon, hogy kipróbáld a virtuális valóság élményt, milyen is lehet majd a jövőben a metaverzumokban bolyongani, és erre ad nagyon jó lehetőséget a a Budapesti VR Vidám Park. Ott tudod ezt a kupont beváltani. Az egész családnak egy klassz élmény lehet egyébként. Szóval ez mind jár most a csomaghoz, ez a karácsonyi csomag. Így az értéke 25 ezer forint, de továbbra is te csak 15 ezer forintot fizetsz érte, minthogyha csak a szettet vennéd meg. És emellett pedig, ugye ha már így a, a karácsony és ajándékok, akkor ne felejtsétek el, hogy például tegnap betettem ezt az új linket ide a vannak a link a videó alatt, és itt van gyűjtőinkek. Üzlet és önfejlesztő könyvek nagy választékban megtalálhatók itt ezen az oldalon, és lehet látni, hogy 23% egy csomó olyan könyvre, ami nagyon-nagyon-nagyon hasznos lehet. És mi sokan kérdeztétek, látjátok, itt vannak vállalkozói időgazdálkodással kapcsolatos könyvek, önjáró vállalkozás, hatékony értékesítés. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha azon dolgozol, hogy legyen egy aparátusod, ami úgy működik neked, hogy megfelelő cashflow termel, ami től te igazából befektetővé várhatsz tényleg, mert ha nem tudod a cashflow flow megteremteni, akkor nem tudsz mit befektetni. Ha nem tudsz mit befektetni, nem leszel befektető. Tehát nyilván, hogy itt vannak a kriptóban, itt ez, az egész csatorna, ez a kriptó a fő vezérfonal, de én nagyon fontosnak tartom mindig, hogy beszéljünk igenis az önfejlesztésről, beszéljünk arról, hogy, hogy, hogy a akár a céggel kapcsolatos dolgok, a vállalkozással kapcsolatos dolgok, hogyan tudjuk megvalósítani, mert ezek mind-mind eszközök, és a kriptó is csak ez itt a, a fő téma ezen a csatornán. Eszköz ahhoz, hogy a te életed jobb legyen, hogy meg tud valósítani a céljaidat, meg tud valósítani az álmaidat. Senki nem márvány sírkőre gyűjt szerintem, mert úgyis mindent itt hagyunk, de amíg élsz, addig legyen egy gazdag életed. És itt most nem a materiális javakra gondolok, nem pénzre gondolok, hanem legyen élményekben gazdag életed, de hogy minél több élményed legyen, hogy kiszakadja mindennapi mókuskerékből, hogy több mindent meg tudj valósítani, mert Mindenki ugyanolyan körülmények között versenyez. Tehát azért, mert hogy valakinek jobb, valakinek rosszabb, az annak a valakinek a teljesítményének köszönhető. Mert a többségben, tényleg azon a többségben nincs meg a kitartás, nincs meg a bátorság. Azt mondja, hogy nekem ennyi jár, több nem. Mindig azt nézi, hogy nem az, hogy mit akar az élettől, hanem mire van szüksége ahhoz, hogy túléljen egy ilyen minimalista gondolkodás, hogy szükségem, hogy befizessem a csekkeket, meg hogy enni tudjak, meg na jó, maximum elmegyek egy évvel egyszer nyaralni. Mi többet kérhetnék? Nem kell kérni, lehet érte bőven tenni, és álmod meg azt az életet, amit magadnak szeretnél, és azért minden nap tegyél. És lehet látni, több ezer, több millió példa van a világban, akik. A semmiből jöttek, és nagyon ö, szép eredményeket értek el. Nem kell így, hogy most Elon musk szintekre fölmenni, mert minek? Nem arról van szó. Azért ennél egy jóval, jóval kisebb szinten is már az átlag fölött lehet élni. És én úgy gondolom, hogy a könyvekből nagyon sokat lehet ehhez erőt meríteni, tehát ezért tettem nektek ide ezt a linket, hogy tudjatok ebben, ahol össze vannak egy csomó ilyen szedve ö, válogatni. Valamint, ugye, ha a ledgerre ellátogattok, itt van az újdonsága a Ledgernek, a Ledger uh, Stacks, ami, vagy Stax, ez most jó kérdés, hogy ezt majd hogy akarják ezt használni. Egyenlőre elővételbe lehet ezt megvásárolni. Ha itt rá is mentek a pre-orderre, akkor itt lehet látni, hogy hogy néz ki. És uh, nagyjából valahol 100 ezer forint, ugye ez mindig attól függ az euró és dollártól függ egy picit ennek az ára, hogy forintba mennyi, <kül> Ugye ez nem a belépő kategóriás ledger lesz, de egy nagyon klassz ö, termék, és én még én sem fogtam nyilván a kezemben, hiszen csak tegnap kaptam a levelet a ledgertől, hogy itt van az újdonságuk, ami majd 2020 már 2023 márciusában lesznek az első kiköldve, most tehát már elővételbe megvásárolni. De ez egy teljesen új ö, dimenziókat nyit majd a hardware walletek világában. Tehát először is, amit itt láttok, ez az egész, ez egy hajlított touchscreen. Ezt személyre tudod majd szabni, tehát akár a saját NFT-d is természetesen lehet rajta. Mágnessel vannak ellátva, tehát valahol volt egy kép arra, hogyha, itt, hogyha többet egymásra akarsz tenni, akkor szépen a mágnes akkor összetartja ezeket. Nagyon könnyű lesz ugye a touchscreen miatt a használat, nem ezek a kis pici valamik lesznek, ugye, amit próbálod megfejteni, hogy mit is csinálsz, ha rosszul látsz. Mutka pont valakinek a ledger csinált, és azt mondta, hogy jó-jó értem én, de hát nem, nem látok semmit és most éppen a szemegem sincs nálam, tehát nem tudta használni, tehát például ilyen helyzetekben ez segít, a benne lesz már a kábel nélküli töltés arra való lehetőség, nyilván akkor Bluetooth-tal lehet használni a mobillal, de lesz hozzá USB-C kábel is és Ugye itt az NFT-ket tudod rajta úgy tárolni, hogy látod, is tudod akkor különböző küldeni, tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindennel lesz ö, felszerelve, és egyébként természetesen ez nem a belépő kategóriás termék, tehát ugyanúgy ugyanúgy biztonságban van a kriptód, az alaphardware walletben, ami a Ledger Nano S+, plusz, és ami 30 ezer forintba kerül, de azoknak, akik szeretnék ezt az új technológiát ö, ö, megismerni, kicsit ilyen fancy, vagányabb ö, walletet szeretnének, és megtehetik, hogy megveszik, akkor természetesen ezt is már megtudod az eredeti Ledger linken, amit ö, itt ugye megtalálsz az előrendelésben. Biztos lesz az! Aki, aki, aki szeretne ilyet, de tudni hogy azért a, a többség a, a kicsiben fog gondolkodni. Ezt mindenki magának eldönti, az biztos, hogy a Ledger, ledger most lép egy, egy nagyot, nagyot előre, mert azért ebben a kategóriában ilyen hardware volt, tehát nem nagyon láttam még a piacon, tehát ez egy abszolút most egy újdonság, amin sokan dolgoztak rajta valószínű. Na jó, akkor ennyit az újdonságokról, és akkor menjünk rá a piacra ahol látjuk, hogy a Bitcoin kb. 1%-ot ment le az elmúlt 24 órában, míg az Ethereum közel 2, tehát az Ethereum 1229-en, míg a Bitcoin 16822-en jelen pillanatban. Aztán a Emelkedők között az ilyen a Trust Wallet 3,5%-kal követi a Multiverse X, tehát az Elrond 3%-kal, utána a Holo, ehhez is a Elrondhoz tartozik, ugye másfél százalékkal, a vesztesek között pedig az élen a Kava 8 aztán Aptos, 6,5, fél, van inch, hat és fél körül szintén. Tehát lehet látni, hogyha megnézzük itt a gyertya csártot. Ugye tegnap is, ahogy itt beszélgettünk ezekről a trendvonalakról, ebben a csatornában mozog a bitcoin, és megint milyen jó lehet látni, milyen jól lehet ezeket használni, hogy amikor a mai napon ez a piros gyertya itt a négy óráson lement, amit most itt a négy óráson nézünk, tökéletesen megfogta ez a trendvonal, és itt van a forduló. És akkor mindig az a kérdés, hogy hogy mert olyat látunk, többször is látjátok, hogy a kanóz túllóg rajta, de a teste magának, a gyertyának az általában akkor felette van. Addig szépen tartja magát, és hogyha ugye ez letörik, akkor utána megnézzük, hogy mi a következő támasz szint, amiben érdemes gondolkodni, de jelen pillanatban tökéletesen magasabb és magasabb mélypontok, magasabb és magasabb csúcsok vannak, amik egy felfelé menő trendet mutatnak jelen pillanatban november 11-e óta, amikor is ugye, hülyeség 21, 21-e óta, amikor is ugye a megnéztük az idei mélypontot, azt a 15460 dollárt, amit a bitcoin megmutatott nekünk, hogy arra is képes, hogy fog új rekordokat dönteni lefele. Nyilván ezt még nem tudjuk előre, most éppenséggel ebből indulunk ki, de ebben a oldalazó, fölleugráló piacban, tehát főleg lent vagyunk természetesen, bármi, bármi lehet. Tehát ezek egy ideig óráig jók, tehát akik rövid távon gondolkoznak, hosszú távon nyilván nem osztem szoroz. Um, és akkor menjünk rá az első híre, de még előtte mutatnék egy érdekes képet, hogy nézzétek meg itt a, a Twitteren találtam, hogy már két számjegyű az infláció a világ országainak közel felében, tehát azért mindenki szenvedettől, ki jobban, ki kevésbé, de érintett benne. Zimbabwe 269 ot tudott. Magyarországra itt egyébként... 21,1%-ot ír, ugye ne felejtsük, ezek mindig a hivatalos adatok, tehát a valóság azért ennél általában rosszabb, és ezt érezzük is a bőrünkön. Na de akkor jöjjön az első hír, ami pedig nem szól másról, mint a CBDC-hez szeretném egy kicsit kötni, bár az alaphír arról szól, hogy Iránban befogyaszthatják azoknak a nőknek a bankszámláját, akik megtagadják a hijab viseletét a nyilvános, nyilvános helyen. Nos, itt van ez a hír, ebből induljunk ki. Méghozzá az, hogy amit előbb említettem, hogy aki a, ugye az Iránban a nők közül nem viseli ezt a, a ezt ilyen fejkendő a hajukat takarja el, tehát nem a ninja maszk, tehát nem a csadorról beszélek itt, hanem ez a hijab, ez a, az a kendő, tehát az, az körül az, az arcukat azért attól még engedi, de itt voltak, akik lázadtak ezen, nem, hogy ők nem fogják ezt viselni, és akkor ilyen szankciókkal próbálnak most előjönni, hogy aki ugye ezt megtagadja nyilvános helyen, aznak bizony kétszer felszólítják, és harmadik alkalomra a bankszámláját fogják befagyasztani. Ugye most arra gondolunk, hogy jó Irán, meg jó, meg, meg, meg a nők, meg, tehát hogy ez, ez, nem egy mainstream történet. Viszont nagyon jó rávilágít a CBDC-ben rejlő problémára. Ugye tisztázzuk, hogy a CBDC a központi bankától kibocsátott kibocsájtott digitális valuta. Ugye jelen pillanatban sokan azért óckodnak például a bitcointól, mert azt mondják, hogy oh, hát ez digitális, az ott fönt van valahol, hát nem tudom megfogni. Na, hát akkor nagy levegő készüljünk fel, hogy a készpénz, tehát a fiat pénz, legyen az éppen dollár-euró, ennek is érkezik majd Hamarosan a digitális verziója. Minden ország ezen dolgozik szinte. Kína ebben élen van, de az USA is, az Európai Unió is, és még sorolhatnám. És ha ezek megérkeznek, akkor egy ideig paralel, majd itt megy a kettő, készpénz, meg a, a, a CBDC, de hát abszolút érdekük a különböző országoknak, hogy még nagyobb kontroll tudjanak gyakorolni, hogy ez mindenképpen egy digitális rendszerbe legyen. Ez nem más, mint egy programozott pénz. Megszűnik a megfogható papírba, vagy mi ez párnába tehető verzió, és ha most erről beszélünk, vagy éppenséggel nézzük meg Kanadát, hogy kicsit visszamegyünk ebben az évben, amikor is a kanadai miniszter eh, előrángatta ugye ezt a régi Emergency Act eh, névre szóló törvényt, ami alapján befagyasztotta azoknak a bankszámláit, akik ebben a szabadság konvojban ugye ott a tüntetésen részt vettek. <coughs> Gondoljunk el, tüntetések vannak, lesznek, és hogyha éppen az adott kormánynak az nem szimpatikus, mindenképpen tud lépni. És ha valaki abban érintett, igaz, hogy vannak megtakarításaid, de már mondom, csak egy központi rendszerben lehetnek megtakarításaid, vagy éppen van ingatlanod, oké, okay, jó, vagy, vagy valami más arany, de, de, de hogyha ha, 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 bankban tartott pénzről beszélünk, úgymond, vagy éppenséggel a rendszerbe lévő pénzről, tehát mivel már nem lesz majd cash, tehát hogy csak digitális verzió lesz, tehát a megtakarításaid, akkor volt nincs, mert nem férsz hozzá, ugyanis úgy rendelkeznek vele, ahogy szeretnéd. Nagyon-nagyon fontos megérteni itt a kiszolgáltatottságot. És ez a mostani helyzet, amit Iránban történt, vagy éppen amit Kanadában, ezek csak a pici előfutárai, az apjó jelei annak, ami majd pár év múlva akár halmozott mennyiségben megjelenhetnek ilyen cikkek, amikor ez a rendszer már megfelelően működik, és akkor az embereket ö, különböző dolgokra kényszeríthetik, hiszen ki lesznek szolgáltatva annak, hogy hát nem, nem fog hozzáférni a pénzemhez, hogyha nem úgy cselekszem. És itt van például december 6-án ez a hír, azt mondja, hogy a Nigériában ugye az ATM-ből való kivételt 45 dollárban maximalizáltak, ez nem túl sok pénz, méghozzá azért, hogy népszerűsítsék az egyébként nagyon népszerűtlen CBDC programot magyarul, hogy azt használják az emberek. Tehát meg lesznek majd az eszközök, hogy hogyan fogják rákényszeríteni, hogy azt a készpénzt szépen elengedjük, és elmegyünk ebbe a digitális irányba. Lehet ezt szép szóval is csinálni, meg úgymond rákényszerítéssel is. És hogyha ez így lesz, akkor igen csak felerősödik az, hogy különböző alternatívákat kéne keresni, csak hogy túl sok nincsen. Jelen pillanatban, ami most működőképes, nem látom a jövőt, nem tudom, hogy mit fog majd hozni, de jelen pillanatban van egy működőképes, decentralizált digitális valuta, ez a bitcoin. Egyenlőre 13 éve működik, közel 14. Hogy mi lesz a jövője? Nem tudom. Hogyan alakulnak a szabályozások? Nem tudom. De annyit tudok, hogy ha csak Megmarad a, a, a készpénz, és utána az megszűnik, és digitális verziója lesz. Az bizony centralizált lesz, szabályozott lesz, központosított lesz, és teljes kiszolgáltatottságban. Szóval ez egy olyan hír, ami elgondolkoztathat minket a jövőn, és mindenki úgy cselekszik ahogy szeretné. Én ezért szoktam mondani, hogy én és mindenki maga tanuljon, képezze magát, és csak utána hozzon ilyen döntéseket. De én a kriptóban, és azon belül inkább úgy mondanám, hogy a, a, a bitcoinban nem azt látom, hogy ú, hogy leszek én, hogy lesz Lamborghini. Nem, hanem én igazából azt nézem ebben, hogy hogy találok egy olyan oázist, ami egy ilyen decentralizált, és, és egy kicsit ö, megengedi, hogy ne legyek mindennek olyan szinten kiszolgáltatva. Nyilván itt is vannak manipulálások. Fölvásárolják a bitcoinnak egy nagy részét a, azok, a, akik majd azt szépen összefognak, manipulálják a piacot. Persze, nyilván vannak ilyenek, de legalább alapból, mert hogy ez létezik akár a, a dollárral is. Hát, ö, mi volt, amikor ö, úgy itt volt a pandémiás helyzet, azt mondták, hogy gyerekek, népnek, 1200 dollár Amerikában, Magyarországon nem, vagy máshol nem, de, de mondjuk Amerikában. 1200 dollár a népnek, és akkor mindenkinek, és akkor boldogok vagyunk, hát itt van a megmentés. Igen ám, csak több billió dollár nyomtattak, és kiszúrták ott az emberek szemét 1200 dollárra, cserébe elinflálták a vagyonukat. Na, és itt még, még, érdekes, érdekes helyzetek, de szerintem már mindenki érzi a bőrén. Mindegy, hogy te most hol laksz, Angliában, Amerikában, Magyarországon. Itt, ahogy ezt a képet itt is mutattam, tehát két számjegyű az infláció a világon több, mint az országok felében. És akkor vannak ezek a remek példák, mint Venezuela, meg Zimbabwe, vagy Szíria, Szudán, Argentína, boá, ott mind száz fölötti. Törökország 85 századék. és akkor ezek a hivatalos adatok, tehát ugye, általában ennél rosszabb szokott ez lenni. Na jó, szóval ez csak egy valami, egy ilyen gondolatmenet, amin csak úgy érdemes gondolkozni, és tisztában lenni a dolgokkal, mert attól még, hogy struc politikát folytatunk, és azt mondjuk, hogy jó, hát akkor most mit tudom én, majd lesz valahogy. Igen, ez a majd lesz valahogy hozzá szokta az embereket odavinni, hogy hát akkor most így van, és akkor mit csinálják, és akkor pánik van, és akkor úgy, de nem, mert hogy nem tanulnak, nem képzik magukat, nem tesznek félre, nem perfektetnek be, mert hogy egyébként nyilván nincsen pénzügyi kultúra, sehol igazából, természetesen sehol nincs pénzügyi ö, oktatás, és az emberek teljesen vakon vannak ö, ezen a területen, ki vannak szolgáltatva, és okkal vagy benne a mókuskerékbe, hogy pont annyit keresel, hogy ki tud fizetni a számláidat, már a szerencsések, mert nem mindenki sajnos, és valahogy megvedd a kajádat, mert amíg ez van, addig te kiszolgáltatott állapotod vagy, nem tudsz kilépni ebből az egészből, és amíg nem tudsz kilépni, gondolkozni sok közel, mert se időt, se energiád, hanem azon dolgozol, hogy valahogy egyik napra a másikra megéljél. Ezért fontos tanulni és gondolkozni. És erről szól nálam is a, a kriptót, is én innen közelítem. Nem onnan, hogy <coughs> hú gyerekek, kőgazdagok leszünk, meg luxus életnek, mit tudom én, de ahogy is nem ezt szerintem, szerintem nem ez az életnek a, 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 legfontosabb része. Szeretem a szép dolgokat, én is abszolút, abszolút úgy gondolom, hogy, 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 tök jó, de, de azért itt, 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 alapjaimban vannak problémák, és, és az én olvasatomban ez a fajta edukáció inkább arról szól, hogy tényleg nyissa fel az embereknek a szemét különböző dolgokkal kapcsolatban, hogy tudjanak elgondolkodni. És azért gyártam a különböző anyagokat a különböző felületeken, hogy edukáljam az embereket, legyenek források. Aztán majd mindenki úgy sáfárkodik vele, ahogy szeretne. Na jó, jöjjön a következő ír. A következő ír pedig a binance szól, hogy a Binance-nek mi is, van, miből van főleg a bevétele. Volt egy interjú cz ahol is meg is kérdezték, hogy hát akkor a Binance a bevételnek nagy részét miből generálja, és azt mondta CZ, hogy a 90% a bevételnek a Binance-nek a tranzakciós díjakból van, tehát ez nyilván mindig függ az aktuális bitcoin ártól, tehát hogy ugye milyen tranzakciós díjak vannak a, a váltom. De arra is felhívta a figyelmet, hogy a Binance-nek van egyébként számos más lehetősége. Bevételre szert szertenni, és ezzel jelen pillanatban nem ér. Ilyen például a Coin Market Cap. A Coin Market Cap-en ugye régenben láthattunk ilyen pop-upokat, hirdetéseket, amiket most teljesen levettek, letisztították, de azt mondta, hogy ezeket visszatennék, akkor ezek a Binance éves szinten 40 millió dollárt ö, generálnak. És ö, úgy vélekedik, hogy bár egy negatív dolog ez az FTX összeomlás, rövid időszakot nézzünk, akkor mindenképpen rossz hatással van a kriptóra, a kriptó de ha hosszú távot nézzünk, akkor viszont egy sokkal felelősségteljesebb és sokkal transzparensebb kriptó hozhat ez létre, hogyha bizony ezek az olyan dolgok, amik, amik nem kellenek ide, ezek bedőlnek. Ezért ne úgy gondoljunk arra, hogyha most itt összedől ö, egy csomó minden, hogy, 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 az rossz. Rossz akkor, hogyha az ember önző, magára gondol, és azt mondja, hogy az én portfólióm, az én tokenem, az enyém ott van. Jó, de akkor gondolkozzunk a nagyképben, hogyha akarunk mi valamit a jövőben ettől az iparáktól, azt akarjuk, hogy ennek legyen, legyen egyáltalán jövője, akkor nem működhet ilyen dolgokkal. Ugyanis akkor még nagyobb bukták lesznek, hogyha ezeket csak kitoljuk. Tehát muszáj abban gondolkoznunk, hogy mi azért vagyunk itt, hogy hogy itt ezt a, ebben az innovációban ö, részt vegyünk. És nem mindig csak az számít, hogy, hogy nekem ebből éppen mi jut. Persze nagyon fontos, a saját életünket éljük, de nyilván azok vannak csak főleg ö, gondban, akik ö, ugye nem felelősség teljesen kriptóztak, tehát rosszul fel a portfóliót, kapzsiak voltak, föltették a kriptót ide-oda, nem foglalkoztak a megfelelő tárolással, hiába tudták róla, hogy ki vannak szolgáltatva, nem bírtak a privát kulcsot, nem úgy tárolták. Tehát általában nem törődömség, kapzsiság és emberi felelőtlenség vezet a legtöbb esetben a kriptós bukásokhoz. És ez mindenki, aki vesztett magában, ez tudja, hogy hát lehet, hogy igen, ott túltoltam, hát igen, azt jette, szerettem volna. Hát ilyenkor mindig a fejünkre koppint a rendszer, hogy az hogy van. Szóval, de ez a lényeg az, hogy a, a Binance azt mondta, hogy még vannak bugyrok, amik nincsenek kiürítve és bármikor belophatók, de ők most azért nem alkalmazzák azokat, mert igaz a medvepiac van, de ők köszönik szépen, jó vannak, van bőven bevételük így is. És a harmadik hír pedig egy újítás a Windows Media Player-en a Winnepen, ami nem más, mint hogy NFT videót vagy akár ugye audiót tudsz lejátszani rajta. A másik olyan dolog, ami abszolút azt mutatja, hogy a blokklánc technológiának, a kriptónak van itt helye a jövőben, az nem más, mint az internetnek a fejlődése, azaz a web 3. Ugye web 2-ben vagyunk jelen pillanatban, ahol kiszolgáltatod rendesen az adataidat, akár különböző cégeknek, Google, Facebook és így tovább. A Web3 pedig a decentralizációról, szól, azaz, hogy te magadnál tartod az adatokat, birtokold, és, és ne tudja mindenki úgymond ezt elvenni tőle, hiszen bármit föltöltesz most a netre, a Facebookra, onnantól kezdve az nekik, azt csinálnak vele, amit akarnak. És az NFT, ugye nagyon fontos az NFT technológiát <kül> megérteni, hiszen az NFT az nem más, mint a digitális tulajdon jognak a bizonyíthatósága. Ami eddig nem létezett. De aki még nem ismeri az NFT-ket, az mindig azt látja, hogy ez egy bajmos kép. De hát azok megint, akik nem képzik magukat, nem tanulnak, hanem ítélkeznek különböző cikkekből. De aki tudja, hogy mi van az NFT mögött, ezért csináltam az NFT képzést is ugye róla, hogy aki tudni akarja, az utána tud járni a különböző helyeken. És e, például e, itt egy újítás, amit a Windows Media Player, ez a Winamp e, alkalmaz, ugyanis ha az NFT-hez tartozik audiofile vagy videó, akkor most már ebben le tudod játszani, ugyanis annyi a dolgod, hogy a böngészőt, összekötöd legyen az Brave Chrome vagy Firefox, ezekkel működik, a metamask ami egyébként ugye a, a Williams támogatja az ERC721 meg ERC1155-ös tokeneket, és hogyha és a Ethereum és Polygon blokkláncot, és hogyha van rajta zene vagy videó, akkor bizony már ezen a lejátszón keresztül le tudod játszani. Ami szerintem egy klassz dolog, és az NFT ez egyre jobban fog szerintem így terjedni, mert ott vannak már a zenék, tévésók, filmek, valós, ugye ilyen tárgyi dolgok az életben lehet NFT-valakítani, ingatlanokat lehet majd tokenizálni. Sok-sok-sok folyra dolog, amit még a jövő hozhat. Persze most volt ilyen NFT hype, meg akkor itt is mindig jönnek a hype, mert mindig jönnek különböző hülyeségek, de amikor ez is letisztul, mert még nagyon-nagyon korai szakaszban vagyunk, akkor itt is számos lehetőség van. Mert még egyszer mondom, a digitális tulajdonjog bizonyítása, ami az kulcsa az NFT-nek. Na jó, ennyit akkor erről, most pedig akkor menjünk át a kérdezhellek rovatra. És ha van jó kérdésed, van egy információd, egy kommented, bármi, akkor használd ki ezt a felületet, ami nem más, mint a YouTube alatti, videó alatti komment szekció, mindig az aktuális videó alá írja, régieket már én sem tudok nézni, de mindig innen nézem, szemezgetem a dolgokat, és akkor hozok olyan kérdéseket, vagy felvetéseket, amiket ti hoztatok, nagyon jók szoktak lenni, és a közösséget úgy gondolom, hogy előre viszik, tovább segítik. Szóval... Um, mondjuk az első az pont egy segítás, um, amelyik írja, hogy a, a, az uszkve e, szóval eddig nem találkoztam, de a héten tőled hallom másodjára. Meglepődtem, hogy a, e, a 30 év alatt még nem használtam ezt a szót. Igen, én úgy vagyok vele, hogy... E, a sáfárkodni, meg ilyen szavak. Hát nem tudom, lehet, hogy valami régi szótárból dolgozom, de a lényeg az, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon gazdag a magyar nyelv. Aki nem tudja, egyébként az én szerintem úval van írva, azon gondolkozom, bár kicsit üsen ejtő, tehát úszkve uzkve, nem tudom, tehát így is, úgy is hallom már, hogy, hogy ejtő, de azt hiszem hivatalosan úval lenne. E, ugye e, az e, valameddig, meg, meg meg körülbelül arra is használják. De én úgy gondolom mindig, hogy, és ez a csatornán is, amit láttak, hogy szerintem a magyar nyelv az egy nagyon-nagyon szép nyelv, nagyon-nagyon gazdag nyelv, nagyon sok szó van rá, hogy árnyaltabban próbáld magad kifejezni. És szerintem, hogyha youtuber vagy, hogyha a médiában szerepelsz, akkor igenis élni kell ezzel az eszközzel, a kommunikáció ugye eszköze, hogy a beszéd, és ha ezt a nyelvet beszéljük, akkor azt hogyan beszéljük. Én őszinte ezek ezért nem értem annyira a káromkodásokat. Eh, azért nem hallasz engem káromkodni, és egyébként a hét tehát nem azon, hogy a kamera előtt állok, hanem a hétköznapi életben sem hallasz engem káromkodni, nem, nem szoktam úgy beszélni. Egy teljesen fölösleges dolognak gondolom. Tehát olyan szép a magyar nyelv, olyan választékos tudsz lenni, úgy tudod színezni és cizellálni a mondataidot, ahogy szeretnéd, és akkor van az a pár szitok amit a jó magyar ember sokszor használ, és azzal laposítja el a mondandóját. Eh, ráadásul Na mindegy. Tudom, hogy ezzel sokan nem értenek együtt, mert már pedig a jó ízeset úgy kell káromkodni, mert ez hozzá tartozik. Én meg úgy gondolom, hogy, hogy, hogy a magyar nyelv pont egy olyan gyönyörű nyelv, ahol, ahol érdemes. Érdemes kutatni, keresni azokat a szófordulatokat, amikkel még szebben ugye, ki tudod magad fejezni, és inkább abba az irányba mert jó, nem azt mondom, hogy ha ráütök kalapács az ujjamra, akkor nem hangzik el mondjuk egy, egy egy káromkodás. Tehát ne úgy gondoljátok, hogy most akkor így szent ember léteire megszól az ember, hogy én már pedig soha. Csak, hogy ne kötőszóként használjuk ezeket a, a, a dolgokat. De jó, ez csak az én véleményem, ezzel nem kell egyetérteni. Mindenki úgy gondolja és úgy éli, hogy szeretné. Ez csak, hogy én látom a, a dolgokat. Na, és akkor néha ilyen szavakat is lehet használni. Akkor is, hogyha annyira nincs benne a a mindennapi ö, szófordulatok között. Na de akkor kriptós hír. Attila, ö, köszönöm úgy, legyőre segítséget valakinél. Nekem is szükség van, tanácsom, egy gyanús, hogy valaki tudja egyik legyerem seed phrase-ét, tudom-tudom. Szóval a két legyerem van, az egyik a legyer Live, egy Ledger Live, és akkor Nano és az X, tehát valószínűleg az S-re gondolsz egyébként, és az X-re ugye ez a páros van, vagy most már az S uh, ⁇ És kérdés, hogy tudok-e az egyikről a másikra utalni, Ledgerről Ledgerre ugyanaz a Ledger Live-on belül. Uh, ez egy jó kérdés, mert egyébként sokan ezt se tudják, de a lényeg, hogy igen. Tehát elég egy kezelőfelület, a Ledger Live az a kezelőfelületed, és van különböző, mondjuk több Ledger nano legyen az S+, vagy X, vagy a régi S, lényegtelen. És többet is tudsz természetesen akkor oda kapcsolni, nagyon egyszerű, hogyha egyik ledgerről szeretnél a ledgerről iPhone belül a másikra utalni, akkor annyit kell tenni, hogy először bedugod azt a ledgert, amin fogadni szeretnél, mondjuk egy bitcoin, bitcoin szatosítak, mindegy. A lényeg az, hogy akkor az adott kriptovalutának belépsz a nano az applikációjába, a Ledger Live-ba is belépsz az applikációba. Rámész arra, hogy fogadni szeretnél a fogadásra, tehát hogy receive, és akkor ugye kiírja azt a ö, címet, azt az alfanumerikus kódot, ahova tudod fogadni, és akkor utána ö, azt kimásolod, majd kihúzod ö, a, azt a ledzsert, bedugod arra, amire küldeni szeretnél, és, ö, bocsánat, amiről amiről küldeni szeretnél, tehát ugye az előbbi volt, amire fogadni szeretnél, szeret, amiről küldeni szeretné, belebonyolódik az ember, és akkor a lényeg, hogy ott meg megint rámész az adott applikációra, most akkor egy bitcoin, kiválasztod azt a mennyiséget ugye a Ledger Live-ban, amit szeretnél küldeni, és amikor a címhez kerülsz, akkor meg egy ugye Ctrl V-vel, vagy ugye Command V, attól függ, hogy megked van, vagy, vagy bármit, akkor szépen csak bemásolod azt a címet, amit előzőleg ugye kimásoltál, Mindenkinek azt szoktam mondani, hogy először, ha először csináljad, mindig kis összeget küldjön, mert nehogy az legyen, hogy fúha hát, valahova eltűnik a dolog, de ez a módja annak, és akkor ugyanott van a ledgeren belül. Tehát először kihúztad, és a másikat bedugod, és akkor meg tudod ezt valósítani. Ez lenne a sorrend. Szóval abszolút működőképes. A Bitcoin Core telepítés után. Ja, igen, tegnap beszéltünk a Bitcoin blokkláncról, hogy a full nodok tárolják azokat több mint tízezer ilyen számítógép működik világon szétosztva, és ő erre írta, hogy a Bitcoin Core telepítés után első lépésben letölti a teljes Bitcoin blockchain blokkláncot a gépre, ez per pillanat 420 GB méretű adatbázist jelent. Köszönöm szépen az információt, ebben én sem voltam egyébként biztos, de a lényeg az, hogy ha valaki szeretné, és ugye részt tud természetesen venni ebben, akkor, akkor le tudja tölteni a teljes Bitcoin blokkláncot azért kell, hogy combos gép most már hozzá, de, de ekkora. Mm. Aztán szia, Attil, erről a videóról szeretném, szerintem érdemes lenne beszélni majd. Itt a kommentekben megnézhetetek ezt a videót, egyébként a guy a videója a Coin tól eh, amiben arról beszél, volt ez a hír is, hogy a Harvard Egyetemen ugye eh, van egy ilyen tanulmány, aki azt mondja, hogy a központi bankoknak is érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy bitcoint eh, ugye eh, halmozzanak fel, mondjuk az arany mellett, pontosan azért, hogy a különböző szankcióknak ne legyenek mondjuk ö, kiszolgáltatva. És erről szól az egész igen, ez egy abszolút, ez is egy érdekes téma. Nagyon fura, hogy pont a központi bankok, és akkor jön a decentralizált bitcoin, tehát de mint látjuk, akár Oroszország esetében, hogy ott voltak a szankciók, akkor ott vannak ö, problémák, viszont, hogyha Bitcoinba tartják a pénzüket, ami egy decentralizált digitális valutát, nem centralizált, és igazából nem tudják akkor azt ö, ö, így úgy tiltani, tehát attól még bármilyen tiltásokat hoznak a Bitcoin blokkláncon továbbra is lehet, ugye transzakciókat végrehajtani. Na erről szól egy kicsit ez a videó, és persze ennél bővebben beszél róla. Na jó, ennyit akkor erről. Ne felejtsétek hogy hogyha tetszik ez a tartalom, hogy gyártok, először is nyomjatok egy lájkot, ez egy mozdulat. És amellett pedig iratkozzatok fel erre a csatornára, hiszen látjátok, hogy most már több mint kettő és fél éve minden hétköznap hozom ezeket a nagy videókat, és az utóbbi hónapokban hozom a napi három kb. short videót is, a hétvégén is hozom őket, tehát a hírek összetömörítve, zanzásítva 60 másodperc alatt, vagy egy-két olyan érdekesség, ami szerintem hasznos lehet a számotokra, aki a kriptúra iránt és a blokklánc iránt érdeklődik. Szóval mindenképpen érdemes feliratkozni, mert nagyon-nagyon sok infót teszek közzé napi szinten, és aki szeretne napra kész lenni, már pedig szerintem, aki ebben benne van, hogy szeretne napra kész lenni, annak szerintem ez nagyon hasznos lehet. Szóval feliratkozóval csengetjük összes, mert akkor megy az értesül, és Mindenkinek szép napot, holnap pedig jövök vissza. Sziasztok!